Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek, szülők, akik most együtt vagyunk. Ismét gyermekisten tiszteleten veszünk részt. József történetét szeretném folytatni, már a múltkor elkezdtem a József történetéről beszélni veletek. Nagyon nehéz gyermekkora volt Józsefnek. Sokat szenvedett, legfőképpen amiatt, hogy a testvérei nem szerették. Annyira meggyűlölték őt, hogy először egy kútba dobták, majd meggondolták magukat, és azt mondták, hát egy kis pénz kellene, eladjuk a fiút egy kereskedőnek, már távolban látszik is jönni egy kereskedő karaván, és eladjuk. Kapunk érte legalább 20 ezüstöt, hát az egy jó kis összeg, elosztjuk magunk közt, aztán majd lesz valahogy, apánknak pedig hazudunk egyet, hogy valamilyen vadállat téphette szét a fiadat, Józsefet, és be lesz fejezve a József féle ügy. Tehát Józsefet eladták. Egy Egyiptomba utazó kereskedő vette meg, adott érte 20 ezüst pénzt, és innentől kezdek a történetről beszélni, hogy megérkeztek Józseffel a kereskedők, és találtak egy nagyon jó módú embert, magas rangot töltött be a királyi udvarban, így hívták, hogy Potifár. És ez a Potifár úgy döntött, hogy neki megéri, megveszi ezt a gyereket, jó fizikai állapotban van, nem beteg, nem lerobbant, hanem ezt majd el tudja használni. A képen három főszereplőt mutatok be nektek, tehát az egyik, József, az ifjú, a Potifárt, egyenruhában van, Potifár, hát ha ránéztek az arcára, kiderül, hogy sajnos ez egy alkoholista ember volt, állandóan iszogatott, és tönkrement, eléggé le van soványodva, és magának élt, míg megtűrték a királyi udvarban, hogy ezt a magasrangú tisztséget betöltse, amiben élt. És itt van a közelében, szorosan mellette a szép, a csodálatra méltó, akit a férfiak általában megcsodáltak, ez az asszony volt. Potifárnak a felesége úgy gondolta, Potifár, hogy ő ezt a fiút itt alkalmazza, és hát biztosan, hogy jó munkaerő lesz. Potifárnak voltak szép lovai, nyerítettek, kapartak a lábukkal, rúgták a port. A lóversenyen is az ő lovai lettek az elsők, mint a villám, úgy futottak. El tudjátok ugye képzelni ezeket a lovakat? Ezeket a lovakat Józsefre bízta. Hát József talán egész életében nem foglalkozott így lovakkal, juhokat legeltettek a testvérei, őt eléggé megkímélte az apukája. Hát egy lóistállóba kellett kerülnie, és Józsefnek az volt a dolga, hogy lássa el a lovakat, etesse őket, itassa meg őket, és tisztítsa meg szépen a szőrüket. Fénylőre
egy szőrű, és a sörényüket pedig mindig egy finom kefével, fésővel megfésülte is át. A lovak is boldogok voltak, tetszettek önmaguknak. De József, aki ott volt, nem érezte rosszul magát a lovak között, megszerették őt a lovak, mert jól bánt velük, és ő is néha adott nekik finom mélkacsokit, és mosolyogtak is a lovak, mutogatták a nagy-nagy fehér fogukat. Potifár nagyon örült, hogy ilyen rendben vannak a lovai, és hogy József milyen szakszerűen bánik ezekkel a lovakkal, ugyanis nem olyan régen valami baj történt, mielőtt József megérkezett volna, hát talán megbetegedett, aki a lovakat karban tartotta, de hát így aztán a lovak kezdtek lesoványodni, nem úgy törődtek velük az emberek, nem érdekelték őket annyira a lovak, de amióta József kézbe vette őket, a lesoványodott lovak jó karban lettek, és újra erősek voltak, és futottak, és rúgtak, vágtak a lábukkal, és jól végezte József a munkáját, nagyszerűen. Nézzétek csak, hogy dolgozott itt az istálóba. Itt csípőre teszi Potifár a kezét, és nézi, hogy József hogy dolgozik itt az istálóba, és hogy a ló is milyen szép és rendes. Hát nagyon örült neki. József nem zúgolódott, hogy őnek ilyen alantas munkát kell végeznie, hanem hát csinálta, dolgozott, nem zúgolódott, nem panaszkodott a testvérei miatt. Itt van most Egyiptomban. Telt múlt az idő, Potifár megkedvelte Józsefet. Elégedett volt a József munkájával, és nézzétek az arcát, hogy elégedett volt Józseffel. Hát ugye egy gyengéje volt azért ennek a Potifárnak, hogy szerette a vörös bort. Nagy sellemből. Itta a vörös bort, és látjátok az arcán, hogy mennyire lesoványodott. Nagyon berúgott. Elaludt. De József mindig tisztelettel bánt vele, nem nevette ki, hogy ott fekszik a földön, és hogy magánkívül van, hanem mindig kedves volt hozzá. Egyszer Potifár azt mondta Józsefnek, hogy megmutatom neked a birtokomat, a házaimat, mindenemet, amin van. Elkezdett Potifár dicsekedni azzal, hogy hány lova van, hány juha van, hány kecskéje van, hány tehene van, és hány szolgája van. Dicsekedett, kipirult arccal, hogy ő aztán a leggazdagabb ember itt a környéken. És úgy döntött Potifár, hogy erre a kedves, szerény, fiatalemberre, Józsefre bízza az egész vagyonát, ő neki elég baja van, issza a bort, meg emberekkel gondja van, és akkor ő nem ér rá arra, hogy itt a gazdaságot, meg a háztartást igazgassa. De ez egy ügyes fiú. És akkor megbízta őt, hogy az egész házát, a pénzét, a vagyonát, a banki betéteket, mindent irányítson és kézbe tartson, irányítsa a szolgákat. És József egyszerre nagy ember lett József. Kikerült az istálóból,
és hogy egy nagy területen uralkodott. És mutatom itt a képet nektek, itt van középen Potifár, és mutatja az épületet, Józsefnek meg ezt a szép körülményt, és látjátok, itt nem is olyan messzire, itt leskelődik Potifárnak a felesége, az erkélyről leskelődött, és tátott szájjal bámulta Józsefet, Potifár felesége, és mindig csipázta Józsefet. Hú, micsoda férfi, micsoda ember, nem ilyen, mint az én részeges férjem, aki csontbőr, micsoda fiú ez, igazán szép, erős, és bátor, és hogy ráadásul még okos is. Persze arról nem tudott, hogy ez egy hívő fiú volt. Arról nem tudott, hogy ez a fiú, József, szerette Isten, és hogy hű volt Istenhez, a népéhez, a családjához, az apjához. Potifárné aztán, ahogy telt múlt az idő, egyre jobban izgalomba jött, ha meglátta Józsefet, nem bírt magával. Mindig Józsefre gondolt, elpirult, ha találkozott Józseffel, és éjszaka is Józsefről álmodott, a barátnőjének is mindig Józsefről beszélt. Nagyon csipázta Józsefet, és mindig József sarkában volt. Egészen közel ment hozzá, és beparfümezte magát, hogy vegye észre őt, József, hogy érezze, hogy ó, micsoda illat árad belőle. Hát, ha József észreveszi, és tetszeni fog neki. De nem tudta Potifárné, hogy a József szíve tiszta volt, és nem vágyott ilyen asszonyok után, mint Potifárné. Egy napon aztán az történt, hogy elutazott otthonról Potifár. Valahol, nem is tudom már, messzire, és ekkor észbe kapott Potifárné, és hívta Józsefet, hogy menjenek be a szobába, és játszanak. Hűha! Ekkor már nagyon csipázta Potifárné Józsefet. Kérte, hogy játszanak papást, mamást, hogy feküdjenek le az ágyba, és játszanak. De József nem akart játszani. József határozott volt. József nem akart rossz fiú lenni. József jó akart maradni. És Potifárné megsértődött, hogy nem akar vele játszani József. És mérgében ráugrott Józsefre, és letépte róla a felső ruháját, és magánál tartotta. József pedig hát ebben a nehéz pillanatban elfutott. A következő napokban hazaérkezett Potifár. Hallotta, hogy nagy sírás van, hogy a felesége szobájában nagyon nagy sírás van, és odaruhant, megkérdezte, mi baj van, édesem, miért sírsz? És ekkor Potifárné nagy levegőt vett, és elkezdett hazudni. Nagy levegőt vett Potifárné, és elkezdett hazudni. Képzeljétek el,
azt a hazugságot találta ki, hogy a héber srác József kikezdett velem, drága kicsi férjem, ez a szemét héber srác kikezdett velem, állandóan engem csipázott. Ez a srác, és a közben Potifárné műkönnyeket hullatott. Drágám, tudod nagyon jól, hogy én mindig téged szerettelek. Ekkor Potifár, amikor ezeket hallotta, hirtelen bekapott egy pohár bort, és borgőzös hangulatban azt parancsolta, hozzátok a bilincset, bilincset, bilincseljétek meg Józsefet, és vessétek börtönbe. Szomorú történet. Józsefet ártatlanul börtönbe vetették. És sokszor megtörténik az életben, hogy ártatlanul szenvedünk, de ekkor is hűeknek kell maradnunk az Úrhoz, mint ahogy József hű maradt a kísértés idején is az Úrhoz.